Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Rózsa György, nagy szeretettel üdvözlöm, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én megköszönöm a meghívást. És én azt gondoltam, hogy amikor bejön, akkor mosoly lesz az arcán, mert valahogy így ismertük meg. És ez a mosoly, ez mindig ott van az ön arcán, pedig ez az év azért nem volt annyira vidám, amennyire én ezt így tudom önről. Az jó szó, hogy nem volt vidám. Hát bizony nem. Nem indult rosszul egyébként. Fölvettem az oltásokat, szóval úgy igyekeztem megvédeni magamat, és már gyönyörű terveket szültünk barátaimmal, lányommal, stb. Utazásokról, nyaralásokról, amikor váratlanul meghalt az apósom. Oh. És én pedig elindultam kifelé a temetőbe, hogy elintézzem a temetés körüli dolgokat, és a temető kapujába fölnéztem, mert láttam egy nagy táblát, gondolom, ilyen, mikor van nyitva az iroda, meg hol lehet intézni, meg merre kell menni, de abban a pillanatban egy ilyen magasított járdába belerúgtam, és egy akkorát estem, hogy még a temető őrök is meghallották a puffanást, meg a gondolom egy jajkiáltás is lehetett benne. Kirohantak ketten is, sőt aztán később még nem tudom, a hölgyek is az irodából próbáltak volna fölkelteni, de hát teljesen reménytelen volt, üvöltöttem, mint a sakkál, úgy fájt. És akkor kihívták a mentőket, bevittek a baleseti intézetbe, ahol közölték, hogy azonnal meg kell műteni, mert... Jaj. De magánál volt? Hogy hívják, már olyan szépen megtanultam, imádom ezeket az orvosi kifejezéseket, sejtem, Petro mennyire. Haller, vagy Petro Halter, vagy valami ilyesminek hívják azt a részt, ami a csípő csont és a combcsont közötti egy ilyen rövid kis szakasz, az tört el. Amire azt mondják, hogy egyel rosszabb, mint hogyha a combcsontom tört volna el, és egyel jobb, mint hogyha a csípőm tört volna el. Hát ez 6 hét utána, illetve pontosabban 1 hét a balesetibe, 6 hét az orfiban, ilyen járni tanulás, vagy egyáltalán mozogni tanulás, ugye először az ember az ágyba fekszik, és arról álmodozik, hogy de jó lenne kiülni az ágy szélére, és egy kicsit fölállni, meg minden. És akkor utána jön az, hogy de jó lesz már, mert most már kaptam egy járó, hogy keretet, vagy micsodát, és akkor ott a hasonszőrűekkel a folyosón, meg a szobába próbálkozunk. Aztán halleluja van, amikor megjön a 2 mankó, és akkor már mankózni lehet. És akkor utána jön a legnehezebb a lépés. Járás. Először csak 1 szakasz nyit, aztán már 2, aztán már egy emeletet. És akkor ezt mind segítséggel. Fölfelé ott... is, lefelé is, meg minden. Akkor jön utána az 1 mankó, hát az már a mennyek országa tulajdonképpen, meg a bot. És hát most már egészen szépen mindenféle segédeszköz nélkül jövök, megyek. A barátaim szerint egy piszok hipohonder vagyok, mert nincs semmi bajom, tehát ugyanúgy megyek, mint azelőtt. Én azért érzem, hogy egy kicsit, hogyha rálépek arra a sérült részre, vagy lábamra, akkor bizony egy kicsit így megnyomódik. Meg éjszaka néha fölébredek arra, hogy tüzel picit a combom, de hát... De most mennyi időt eltel a baleset óta? Hát ez július 7-én volt, úgyhogy nem tudom kiszámítani, mert matekból gyenge voltam mindig. Hát akkor most már lassan 1/2 év, és akkor mennyi minden... Ezt, hogy matekból voltam csak gyenge, ez azért egy, hogy mondjam, egy szépítés a dolgoknak. De mennyi minden maradt ki emiatt az életéből? Mert mondta, hogy éppen tervezgettek, hogy majd hova mennek, hova utaznak. Gondolja meg, ugye, hogy most már van egy kis unokám. Igen. Látszik valami az arcomon ilyenkor, amikor kimondom? Hát mert jobban csillog a szeme. Többen azt mondták, hogy ilyen teljesen bárgyú pofát vágok, ilyen idvezült mosollyal nézek a világba. Szóval azt terveztem, ugye, hogy hát len leszünk a Balatonnál, nekünk fenyőesen van egy kis nyaralunk, már 1400 éve, azt hiszem még Bemapóval nyaraltam először ott, meg Kossuth Lajossal, és hát nagyon élveztem volna, ott fenyvesen nagyon sekély a víz, tehát már ezt a pici babát is úgy be lehet egy kicsit lógatni, meg locskolni, pocskolni.
És utána meg az volt, hogy nekünk van egy baráti társaságunk, ilyen tévés, filmes fiatalem, ilyen hozzám hasonló ifjoncok. Aha. Mert bármit hisz, tudom, hogy idősebbnek nézek ki, de már elmúltam 21, tehát... Nem gondoltam volna. Nem, én is, én ezt a választ reméltem. És hál' Istennek a rádióhallgatók, ahogy hallják a hangját, nem, a hangján nem hallatszik, hogy elmúlt. Igen, ez érdekes, 21. Most egy csomószor, amikor az ember megy ilyen maszkba, akkor azt mondja a pénztáros nő, vagy nem tudom én, az ügyintéző, hogy, valami, hogy Istenem, Rózsa, azonnal megismertem a hangjáról. Mondtam, hogy hála Istennek, hogy azt látja jobban, vagy azt érzi jobban, nem a kép de másomat. De egyébként a fizimiskája sem változott túlságosan. Jaj, sokat. Ne csinálja ezt, mert... Közben megszólalt a telefonja. Ja, bocsánat, akkor a fontos hívás vegye fel nyugodtan. Hát maximum, hogyha a Nicole Kidman hív, nem ő az, tehát nem? Akkor leteszem. De egyébként benne van a hogy kell ezt letenni, mondja. Mit kell csinálni? Én nem értek ezekhez. Nem a pirosat, hogy melyiket? Jó, megunta, hála, és most kikapcsolom, jó? De egyébként szóval... honnan tudja, hogy nem Nicole Kidman? Nicole Kidman száma benne van, vagy kiírta, hogy nem ő az? Hát nézze, múltkor már mondtam neki, hogy kicsit rosszul csinálta a lecsót, most már ne zavarjon, úgyhogy lehet, hogy most már többet nem hív föl. Meg már öregszik is, hogy kiüregszik mellőlem. Na innen folytatjuk a beszélgetést, hál' Istennek a humora megmaradt. Rózsa György a vendégem itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Rózsa Györggyel beszélgetünk, és én úgy fejeztem be az imént, hogy hál' Istennek a humora megmaradt, és mondta, hogy ha kell, akkor komolyabbra is tudja venni. Mm-hmm. De hát szerintem erre soha senkinek nem volt igénye. Tehát Rózsa Györggyel kapcsolatban mindenki, vagy Rózsa Györggyel szemben mindenki azt várja, hogy csak legyen Rózsa György. Hát igen, tudja, ez egy nagyon érdekes szituáció volt, mert én ugyan a egyetemen is a féle évfolyam bohóca voltam, de azért ott tudták benn, hogy mondjuk én irodalomban elég, hát most dicsekszem, szóval elég voltam, meg minden. Néha még a Szabolcsi Miklós professzor úr is fölkért, hogy az elsősöknek tartsak ilyen szeminárium órát, mikor ő esetleg a lábán neki elég sokszor betegeskedett, jut eszembe a lábamról, és úgy komoly embernek indultam, a tanszéken azt gondolták, hogy esetleg benn is maradok, minden, és utána számon is kérték, hogy miért lettem inkább bohóc, ahelyett, hogy komoly ember lett volna belőlem. De valahogy elvitt ez a dolog, én kisgyerekkoromban, 10 éves koromban elhatároztam, hogy televíziós leszek. De mit pontosabban akkor, hogy nem azt akartam, hogy televíziós legyek, hanem hogy belekerüljek a dobozba. Tehát, hogy mindenképpen szerepeljek a dobozba. És arra emlékszik, hogy mit látott akkor, amikor ezt elhatároztam, miért szeretett volna mindenképpen benne lenni? Egy dolgot láttam, illetve észleltem. Azt, hogy egy ilyen nagy bérházban laktunk az Izabella utcában, és a házban a nagyapám vett először televíziót. Nem azért, mert gazdagok voltunk, mert pedagógus család azt gondolhatja, hogy akkor se voltak valami igen. Csúcsán a társadalmi fizetési listának. De valamiért a nagyapát ez megfogta ez a dolog, és én azt láttam, hogy oda jár mindenki hozzánk a házból tévét nézni, és mindenkit szeretnek, aki a tévébe szerepelt. Tehát akkor még nem volt ez, hogy ez a hülye Rózsa, vagy ez a vén barom, nem tudom kicsoda, mindegy. Mondanék neveket szívesen, de inkább elhallgatok. Na szóval mindenkit úgy kedveltek, és valószínűleg ez engem megfogott, valószínűleg volt bennem valami szeretet, én nem tudom, bár hát rengeteg szeretett sugárzott felém, mert szüleim és nagyszüleim is csodálatos emberek voltak, úgyhogy úgyhogy akkor elhatároztam. Egyébként most írok erről, elkezdtem egy könyvet írni, az a címe, hogy TV egy álom bűvöletében. És arról szól, hogy ez a 10 éves kisfiú akkor elhatározta, hogy tévés lesz, és tűzön vizen át, hogy jut el odáig. Ott ér véget a könyv, amikor először belépek a Szabadságtér 17-be a tévének a székházába, hogy mi mindenem megy keresztül, és hogy hajtogatja magába szakadatlan, hogy én ott fogok én ebben kerülök a dobozba, stb. De ez egy ilyen életrajzi regény tulajdonképpen? Igen, tulajdonképpen igen, de remélem, hogy legalább annyira szórakoztató lesz, mint a most tavaly karácsonykor megjelent könyvem, ez a Nem kapcsoltam című könyv. Az már inkább a tévés éveimről szólt.
egy-két egyetemi történettel, de szórakoztató formában. Hát remélem, hogy ez is azért amellett, hogy egy csomó komoly dologról szól majd, egy-egy küzdelemről tulajdonképpen, de azért meg tudom úgy írni, hogy jól szórakoztasson. Nézze, nekem az előbb már kezdtünk erről beszélni, igen, hogy mosolj meg, jókedd meg minden. Én tőlem egy idő után el is várták ezt, és azt mondtam magamban, hogy ha néha-néha tudok egy jó fél órát szerezni az embereknek, azoknak az embereknek, akik eléggé elfáradnak a munkába, akiket jól meggyötörnek a munkahelyükön, akiket a családjuk is esetleg csak macerál, bánt, piszkál, szóval rengeteg gondjuk van, meg minden, és ha egy kicsit ebből ki tudom húzni őket egy órára, vagy valami, akkor én már úgy tulajdonképpen megtettem, amit vártak tőlem. Én 56 évvel ezelőtt kezdtem el a tévés műsorkészítést. Hihetetlen szám. A kollégáim 56. közül rengetegen olyanok vannak, akik még a szülei se éltek akkor. És hát azóta úgy kisebb-nagyobb sikerekkel ezt azért tudom csinálni. Éppen nemrégiben számolták meg, 48 sorozatot készítettem, és hát több ezer adás, azt nem tudom hány, de legalább 4-5 ezer adás, az biztos szárad a lelkemen. Szeretnék beszélni ezekről a régi szép időkről, hát hol máshol, mint a Retro Rádióban, azért vannak nosztalgikus emlékeink, élményeink, és szeretjük ezeket felidézni. Ide kiírhatnák egyébként a Retro Rádióban azt a József Attila egy sort, hogy fölkereshetnéd ifjúságot. Tudnék, ez a rádió erről szól. Mi felkeressük, és reméljük, hogy meg is találjuk sokaknak az ifjúságát. Viszont egy mondatot mondjon nekem arról, hogy írja a könyvét saját maga, mert sokan vannak, akik mondjuk lediktálják, fogadnak valakit, akinek jó tolla van, jól ír, van egy diktafonja, és akkor csak beszélgetnek, és valaki lejegyzi. Én azt gondolom, hogy önnek azért van képessége arra, hogy leírja a gondolatait. Hát én nagyon büszke vagyok, ugyanis az történt, hogy amikor ezt a Nem kapcsoltam című könyvet felajánlottam a Libri, igen, kiadónak, akkor a Gyurica Eszter, a kiadónak az igazgató nője fogadott engem, és beszélgettünk, és mondtam neki, Eszter, egy nagy gond lesz, hogy én egy régi módiem, egy retro figura vagyok, nem tudok számítógéppel itt szöveget szerkeszteni, meg nem tudom micsodát, én kézzel írok. Minden forgatókönyvemet kézzel írtam egész életemben, stb. Nem tudok gépelni se jól, tehát egy ujjal gépelek, borzalom. Mondom, nem vagyok egy igazi se újságíró, se író, mert ilyen szempontból. Azt mondta az Eszter, Gyuri, semmi baj, többen is vannak így az íróink közül. Azt mondja, például a Eszterházi Péter is kézzel hozta be. Ja, mondom, ha az Eszterházi jó volt, akkor nekem is jó. Igen, micsoda helyre kerülök be. Én két ilyen úri helyen vagyok. A egyik, hogy még annó a Karinti Ferenc meghívott engem a házukba ott Leányfalun. Az egy ilyen nevezetes ház, és ott volt egy nevezetes ajtó, amire a háznak a vendégei, de még Karinti Frigyes idejében is fölírták a nevüket. És az a megtiszteltetésért, hogy azt mondta Karinti Ferenc, hogy hát Gyurikám, írd föl akkor a ott láttam ilyen Kosztolányi, József Attila, mit tudom, ez a Móricz Zsigmond, és de, és erősködött. Hát mondom, viszont akkor már jó helyre írom, úgyhogy megpróbáltam valahogy így a József Attila Kosztolányi közé férkőzni, úgyhogy ez a két ilyen nagy irodalmi teljesítményem eddig. De nagy ez. És akkor sikerült úgy kézzel leírni, hogy igen, aztán valaki átgépelte. Leadtam, és a kiadóba volt egy hölgy, aki gyönyörűen beírta ezt számítógépbe, stb. És a kézirat megmaradt? Azt valaki őrzi valahol? Mert nekem talán nagyon sokat fog érni. Nekem talán megvan. Hát fölkínálom árverésre. Kikiáltás jár 100 millió dollár. Potom. Szerintem már most jelentkeznek érte több, mert az ajtó látom előtt. Kínálnak tömegével a ház előtt. A vérmezőn kell majd elárverezni. Rózsa Györgyel beszélgetünk, folytatjuk nem sokára itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
Rózsa Györgyel beszélgetünk nagyon jó hangulatban, így nyugodtan beült hozzám egy kólára, mondta, hogy kávét nem kér, teát szeretett volna inni, csak most éppen a Zabaházi Presszó kifogyott teából. Mondta, hogy zöld teát még véletlenül sem. Mi hát baj a zöld teával? Hát nekem az a véleménye, amit említettem is, igen, a gyönyörű hölgynek, aki ezt fölkínálta nekem, hogy aki zöld teát iszik, később egyéb gazságokra is képes. Tehát nem, zöld teát soha se ittam. Én három dolgot nem vagyok hajlandó elfogyasztani. Az egyik az, amiben mák van. Tehát valamiért gyerekkoromtól lehet, hogy van egy ilyen irtózásom, amikor meglátom a mákot, már menekülök is el. Barátaim állandóan azzal cukkolnak, hogy amikor meccset nézünk, hogy ami, akkor hoznak nekem flódnit, vagy ilyen mákos, igen, gubát, vagy nem tudom micsoda, és akkor mindig bottal kergetem őket körbe a ház körül. Ha esetleg sok mákos beiglit kapnak, karácsonyra hozzá. Gyerekkoromban megutáltatták velem, úgy hívtuk, hogy betonfőzelék, ez a sárga borsó, aha, főzeléket, na hát attól kimegyek a városból, szól. És a harmadik a zöld te. A zöld te, azt nem is értek meg embereket, akik zöld te. Hát azt mondják, egy kicsit serkent egyébként. Nem, úgy nézem őket, ilyen különleges figuraként, úgy próbálom elemezni, mi vihette rá őket erre a szörnyűtet. És kávézni nem is kávézik, hogy hát nem kér kávét? Soha se kávéztam, illetve most hazudok egy kicsit, mert nagy néha, hogyha olyan kávéházban vagyunk, ahol szeretek lenni, és baráti társaság van, és minden, és mindenki kávézik, akkor rendelek magamnak, de egy olyan kávét már tudják rólam a pincérek, meg a felszolgáló lányok, tehát már kacagva hozzák, hogy egy fél újnyi kávé, vagy nem tudom, micsoda az alján, tehát ilyen kvázi, mintha az ac vagy a mosogatásra megmaradt volna valami, és telerakják tejszihabbal. Na most, amit nekem nem szabadna ennem, az a tejszihab természetesen, ezért aztán vadul fogyasztom. És minden kávéházi pincértől, meg a kislányoktól, meg minden mindig megkérdezem, hogy mindig mondom, hogy én egy kapucinert kérek. Azt mondja, igen, mert a jobbik, az különbséget tud tudni, hogy kapuciner, meg kapucsinó, de általában nem tudják. Mi a tehát különbség, mamára, mondja el? Hát ilyet. Hát, hova került? Elnézést, sokat dolgom, mennék már. Na, szóval, játsszuk azt, hogy én nem tudom. Ja, játsszuk azt. Mondja hát el a kapucsinót, azt jobban ismerik Magyarországon, ugye az a fölmelegített tejjel, igen, a kávé, stb. Stb. A kapuciner, vagy ha akarom, bécsi kávé, igen, ugye, az meg tejszínhabbal van, nem fölmelegített tejjel, és a tetején jobb helyeken fahéj szórás van, a gyengébb helyeken kakaó szórás van. És hát ugye emlékszünk rá, én 70-es születésű vagyok, hogy az én gyerekkoromban volt egy ilyen csokoládé, hogy kapuciner, ez volt a neve. Igen? Igen. Én még ilyen régi csokoládékra emlékszem, hát akik ilyen fiatal, örök fiatalok, mint én, azok tudják, hogy Korfu szelet, meg a Melódia szelet, meg hát ugye a Sport szelet, meg, igen, a Balaton, ezeket. Jó, de hát ezek még vannak is. Igen? Ezeket nem is szabad emlegetni. Jó, az mit jelent, hogy nem szabad fogyasztani a tejszínhabot? Ennyire vigyáz a, hát nem, az alakjára? Egy cukrom egy kicsit magas, aha, szedek ilyen, nem is tudom, merkformin, vagy milyen nevű, de a kicsi adagot belőle, és olyan fél évenként, vagy negyed évenként, nem is tudom, elmegyek egy ilyen kontrollra, és megnézik, nem szokott különösebb baj lenni, de azért vigyáznom kell. De az mit jelent, hogy vigyáznia kell? Hogy... Hát az, hogy például nem volna szabad, hogy mindezeket csinálom. Nagyon vigyázok egyébként, tényleg. Egy nap három gesztenyepürénél többet biztos, hogy nem eszem meg, tehát de, nem. De akkor nincs szigorú étrendem. Nincs, abszolút nincs szigorú étrendem. Egy nyáron ott ilyen lecsó és görögdínye szezonom van. Én arra emlékszem, hogy éppen említettem, hogy Balatonfenyvesen van egy kis nyaralunk, és az öcsémmel lementünk oda, és anyukám az első nap lejött, és egy ilyen, amiben a lekvárt szokták, ilyen nem tudom, 20 literes, ilyen, vagy 10 literes, ilyen hatalmas nagy fazékba, vagy lábasba. Weilingba csinált nekünk. Jó, ez a jó szó, Weilingba csinált. Csak félek, hogy nem mindenki érti, aki, bár a retro rádió hallgatói talán értik. Szóval Weilingba csinált nekünk lecsót, egy olyan 10-15-20 liter, nem tudom mennyit, és az öcsémmel azt tettük. És most már bevallhatom, mert elévült, kimentünk a nagybereki állami gazdaságba, az ott volt Balatonfenyves mellett, igen, illetve ott van.
és loptunk görögdinnyét hozzá. És akkor görögdinnyé, hát mert ennyit tudtunk, egy-egy görögdinnyét elhoztunk, hogy valami, és akkor napokig, hetekig lecsó görögdinnye. De sokan ezt mondják egyébként, hogy ez a legjobb, hogy szezonálisan kellene étkezni, tehát nyáron olyanokat kell lenni. Ja, azt hittem, hogy nyáron enni, télen nem enni, vagy szezonálisan. De hát mi így tanultunk meg étkezni annak idején. Na, innen folytatjuk, nem csak az étkezésről fogunk beszélni, egykori tévéműsorokról is, a közelgő karácsonyról is. Rózsa Györgyel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Rózsa György a vendégem, és most az jutott eszembe, hogy ahogy mesél, is így bejönnek ezek az emlékek, a régi tévéműsorok, hogy annak idején ezeknek a tévéműsoroknak hogyan lehetett mérni a sikerét? Egyáltalán volt-e valami kötelezettség akkor, amikor mondjuk egy tévéműsort elindított a tévé? Hát ugye nagyon sok lehetősége a nézőnek nem volt, hogy akkor átkapcsolok a 28. másik csatornára, hanem nézem azt, ami van. Így aztán szinte minden sikerre volt ítélve, de gondolom azért mégsem lett minden annyira sikeres, mint a kapcsoltam a leg-leg-leg, vagy sorolhatnám, ugye a Zsákba macskát, stb. Hát valószínűleg a legelején különösebben nem mérték a nézettséget, mert aki csak tudott, tévét nézett. És mivel egy tévé volt, mindenki ugyanazt nézte. Igen. Aztán később azért már kialakult, tehát tudom én olyan közvéleményként, a Sonda Ipsos, mit tudom én, kik méregették a nézettséget, de ez már főleg akkor vált fontossá, amikor bejöttek a reklámok. Aha. Mert ugye a reklámozó cég az azt szerint megy X műsor mellé, vagy, és ad annyi pénzt, amennyit, hogy azt a műsort hányan látják. Na most... akkoriban az még nem volt divat, hogy azért egy műsort levettek volna, mert kicsi volt a nézettsége. Már mérték ugyan, de még azért nem annyira tudományos alapon, meg minden. Azt lehetett tudni tendenciában, hogy melyek azok a műsorok, amiket leginkább nézettek, vagy amiket legjobban keresnek a nézők, és melyek azok, amik hát olyan kis vékonyka érdeklődést váltanak ki. Ilyen tetszés. Nekem indexet. Szerencsém volt ilyen szempontból, mert én a gyerek osztályon dolgoztam először 9 Igen. évig, és ott is a úgynevezett kedvenc műsor témákat csináltam meg, tehát a szórakoztató, gyerek szórakoztató műsorokat, a gyerek sportadásokat, a gyerek vetélkedőket, és ezek akkor nagyon nagy sikerek voltak. Ráadásul én egy kicsit büszkén mellemet szerényen veregetve féltéglával azt mondom magamról, vagy azt remélem magamról, hogy nagyon sok mindenben egy kicsit fölbomlasztottam azt a fegyelmezett, jól nevelt úttörő rádiót, vagy úttörő televíziót. Tehát megcsináltam az első Blödli gyerekműsort, ez az Idesüs volt, ami hosszú-hosszú évekig aratott, ugye Gál Völgyével, és az akkori legjobb fiatal színészekkel, meg Alfonzóval, meg minden. Egy komplett bolond osztályról, akik hát nem piros nyakkendős, úttörő sipos gyerekek voltak, jó gyerekek, hátra tett kézzel a padba, vagy valami, hanem hát komplett őrültek, és rosszak, és minden. És imádták a srácok ezek, a nézősrácok ezeket a műsorokat. Bocsánat, aztán... de ebben most hadd kérdezek, hogy honnan tudták, hogy imádják? Volt ilyen tetszésindexet? Nem, hát akkor már készültek azért felmérések abban az időben, tehát már készültek felmérések, meg hát azt lehetett tudni, hogy mit tudom én, ha az ember ment az utcán, akkor fütyülték az Idesüsnek például a fütyjelét, volt egy ilyen jellegzetes fütyjele, meg kiabálták utána, hogy tankérem, tankérem, mert ugye én játszottam a tanárurat a műsorban, a Gál Völgyi volt a legrosszabb gyerek, az Alfonzó volt a pedellus, tankérem. És ő mindig azt mondta, tankérem, tankérem. És hát megcsináltam a gyereksportadásoknak a komplett rendszerét. Akkor készültek ezek a labdaiskolák, focisuli, pingpongsuli, kosársuli, röpsuli, kézilabda, stb. Ami nagyon komoly, annak a sikerét például nagyon komolyan le lehetett azon mérni, hogy rettentő módon megnőtt az utánpótlásra jelentkezőknek a száma. Én szerintem most egyébként meg lehetne ezt ismételni, mert azóta már szabályok, az edzésmódszerek, minden változott, és biztos, hogy most is kellene a magyar sportnak egy ilyen fölélénk itt is az utánpótlás terén. Aztán megcsináltam
ezeket az egésznapos gyereknapokat. Tehát amikor reggeltől estig a gyerekeké volt a televízió képernyő, és mindenféle műsorú, hatalmas tömegrendezőek, tömegversenyek, nyereményekkel, minden. Az volt a címe, hogy miénk ez a nap, vagy miénk a sziget, vagy mit tudom, és akkor ment az őrület. Szóval én arra gondolok, hogy abból a szempontból könnyű dolgom volt, hogy ugye kezdeti időszakában volt a televíziózás, tehát könnyű volt új dolgokat kitalálni, amit még előttem nem csinált más, vagy amit még nem csináltak. Erre majd megint visszatérek egy kérdéssel. Úgyhogy az biztos, hogy akkoriban, hát aztán meg később, még inkább, amikor már kapcsoltam, legyen szerencsénk, nem tudom, egy csomó új műsorom elindult, már akkor már a szórakoztató főosztályon, hogy azt lehetett tudni, hogy ezek a műsorok aztán már mindig a legnézettebb 4-5 műsor között voltak, tehát talán a legleg az 17 évig ment, ami hát egy elképesztő rekordszal, illetve nem is hazudok, mert nem rekord, mert hosszabb ideig ment a szeszélyes évszakok, de nézettségben mindig ott volt az első között a legleg. De hát ugyanígy mondjuk a kapcsoltam, a máig a leghosszabb ideig futott hazai televíziós vetélkedő, hát 11, én ugye 10 évig csináltam, vagy Vitrai egy évig, tehát 11 évig ment. Azt hiszem, talán a Vágó Pistának ez a vetélkedője volt, de az a körülbelül 8 évig ment. De jó kis vetélkedők voltak régen, emlékszem rá. Innen folytatjuk a beszélgetést, mondtam, hogy majd visszatérünk egy kicsit arra, hogy tulajdonképpen úttörők voltak, és most úgy fogalmazott, hogy könnyebbség volt úgy tévéműsorokat gyártani, hogy előtte senki nem készített hasonlót, de ezzel kapcsolatban azért nekem lesznek kérdéseim, úgyhogy folytatjuk rövidesen. Rózsa György a vendégem a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Rózsa György, aki azt mondta nekem, hogy ha még egyszer azt mondom, hogy Rózsa György, akkor mit mondott, hogy akkor mit fog tenni velem? Előkapom a szolgálati fegyveremet és lövök. Van szolgálati fegyvere? Nincs. Tudom, hogy mindenki Rózsa Gyurinak szólítja, de egyrészt én a tisztelet miatt azt gondoltam, hogy mi magázódva fogunk beszélgetni. Ön nyugodtan tegezhet engem, mert... Isten mentsen, akkor azt hiszik, hogy idősebb vagyok. Viszont, de tény és való, hogy nem. De tényleg nehéz nekem Györgyöt mondani, miközben úgy gondolok önre, hogy ön a Rózsa Gyuri. Sőt, hát azt is tudom, hogy a hölgyek a 80-as évektől kezdve Gyurikának szólítják, tehát még becézgetik is. Igen. Ezt el lehet viselni, vagy ezt nézze, ez megszokni? Ez egy borzasztó nagy tisztesség ám, szóval én nemhogy nem haragszom érte, amikor, de nagyon nagy tisztesség, hogy az ország Rózsa Gyuria, szóval ez sokáig ez így dolog. Ment kabarékba. Aha. Minden, és ez egy nagyon nagy dolog szerintem. Ugyanúgy, ahogy mint tudom, Imruskának hívták az Antal Imrét, és ugyanúgy, ahogy senki nem mondta mondjuk a nem tudom én, Lorán Lenkes, nem, nyilván nem az eredeti neve, hanem hosszabb, de meg egy csomó ilyen név, akik mind valamiért egyszer legalább az életükbe belopták magukat a közönség szívébe. És én pontosan annak tulajdonítom ezt a fajta dolgot, amiről az elején beszélgettünk, hogy én igyekeztem azt a részét kiszolgálni a közönségnek, aki vágyott egy kis vidámságra, egy kis szeretetre, egy kicsit nem annyira hivatalos televízióra. Tehát amikor én megjelentem például a kapcsoltamban először fehér öltönyben és fehér nyakkendőben meg minden, és aztán ez egy legendás ruha lett, akkor idegbajt kaptak az operatőrök, a rendezők, meg egyáltalán a tévés ilyen főnökök, hogy micsoda dolog ez, mert addig mindenki sötét öltönyben volt a televízióba. De ön direkt szembe akart menni a trenddel? Nem, hát nekem nem volt más nyári ruhám, csak egy vékony fehér öltönyöm, nem tudtam másba beülni. Fene se gondolta akkor, hogy ebből divat lesz, hogy ebből izé lesz. És természetesen botrány lett belőle, már bent botrány. És én ragaszkodtam akkor már hozzá, mert akkor ez már egy kicsit olyan védjegy lett, hogy tudták, hogy ha bejön egy pasi, ül benne a tévébe, fehér öltöny van, rajta fekete ing és fehér nyakkendő, az a Rózsa Gyuri. Csak a Rózsa Gyuri lehet, és
Reméljük, hogy van előtte egy pohár víz. És hát mióta a Gálvölgyi paródiája megszületett, hogy Gyuri igyon csak vizet, akkor onnantól kezdve a víz is egy ilyen fajta jelképlet. Egyébként igyekeztem nagyon sok műsorban, majdnem azt mondom, hogy mindegyikben, valamilyen jellegzetes ilyen eposzi kelléket, vagy valamit becsempészni. Tehát, vagy például ilyen jelmondatokat, hogy ha kett, ha szerda, zsákomacska. Na hát látja, tudja maga is. Tudja maga. Ez még Luciferre is emlékszem. Igen, hogy nem, meg hát igen, hogy hozom a vállamon a fekete macskát, és kidobom valahol, igen, és elkapja valamelyik néző. Hát, és valaki nem nyert, tudja, csak mennyit, egy fekete macskát, tudja, már az mennyit ígértek akkor egy ilyen fekete macskáért? Na, mennyit ért akkor? Hát az őrület volt. Olyan vágy volt a nézőkben, hogy volt, aki 100 000 forintot ígért, de 100 000 forint az annyi volt, mint legalább, mint akkor, mint most 1 millió, vagy még talán több is. Hát még talán több is, akkor a főnyeremények voltak 100 000 forintok, amennyire elmészem, és akkor abban benne volt minden, a hűtőtől az utazáson keresztül minden. És szóval, és a többi műsorban is mondtam már, ez a fütyjelet, vagy meg mindenben próbáltam egy kicsit valami olyan dolgot becsempészni, amiről emlékeznek. Na de, és akkor itt térnék vissza arra, amit mondtam, hogy majd fogom kérdezni, hogy nem volt senki, aki ön előtt gyártott volna ilyen műsorokat, vagy mondjuk ilyen brandet teremtett volna. Hogy akkor honnan tudta, hogy ezt így kell csinálni? Az igazi brandteremtő, az első igazi nagy brandteremtő a televízióban a Friderikus volt. Tehát én, ha nagyon, hogy mondjam, csak szerénytelen vagyok, akkor azt mondom, hogy maximum az előfutára voltam ilyen szempontból a Friderikusnak. Ő nagyon tudatosan építette föl a saját brandjét, vagy a saját ilyen fajta ismertető jegyeit, meg minden. Nálunk ez még csak ilyen ösztönös, vagy ilyen kezdetleges dolog volt, de azért már kezdtem csinálgatni. És hát, hogy mondjam, ezek azért hozzájárultak ahhoz, hogy még sikeresebb, még ezért dologokba kezdhessen bele az ember, mert egyre többen ismerték. 1984-ben, ilyeneket mondok, 1984, ez a mai fiataloknak úgy hangzik, mint azt mondtam volna, hogy 1223, vagy Muhi. Hát sokaknak csak egy regénynek a címe, vagy egy... Az, ilyen, ez. Tudom, hogy nem akkor volt a Muhi között, csak úgy mondtam ezt a két példát. Már írják az SMS-t a hallgatók. Tudom, ajjaj. Na, szóval... Amikor először volt 21 éves, 81-ben, igen. 1241, azért, hogy csak, hogy rendbe rakjuk. Szóval... Mi történt 84-ben? 84-ben készítettek egy ilyen nagy közö, de széleskörű közvéleménykutatást arról, hogy kik a legismertebb tévések, illetve rádiósok, és egyáltalán ilyen közszereplők, és akkor 99% a megkérdezetteknek a Vitrai Tamást ismerte, tehát ő volt a legismertebb, de 98%-kal volt az Antal Imre, és 97%-kal én. Tehát ma már ugye ilyen nem lehet, mert akkor egy tévé volt, most meg 116 magyar nyelvű csatorna van. Na most hát az lehetetlen, hogy 116 csatornának az összes riporterit, műsorvezetőjét. Világhírű sportolók vannak, akiket tényleg még az utolsó faluban is, még igen, a legidősebb nénike is, meg a legkisebb gyerek is ismer. Hát azt mondom, hogy mit tudom én, Mark Spitz, azt tudják, vagy azt mondom, hogy Pelé, azt hát tudják. Hát a Mark Spitzet már talán nem talán is. Nem. De volt, Ronaldót ismerik. Volt az a világ körüli ilyen jótékonysági műsor, amelyikben minden fél órában megjelent egy híresség, egy világhírű ember, és mondott egy mondatot arról, hogy adakozzanak, vagy nem tudom, segítsék a szegényeket, és ilyenek voltak, és ki volt írva a képernyőre, hogy nem tudom én, második Erzsébet angol királynő, vagy nem tudom én, XY a Szovjetunió elnöke, vagy a nem tudom. Szóval igen. Ezek így ki voltak írva. És egyszer csak megjelent egy fekete fej, és azt mondta, my name is Pelé. És nem kellett semmit se kiírni. De jó ez. Bizony. Bizony. Vannak ilyen nagy tisztességek. De hogy visszatérjek az eredeti kérdésemre, hogy ugye nem volt senki, aki előttként megmutatta volna, hogy hogyan kell ezeket a szórakoztató műsorokat csinálni. Hál' Istennek voltak annyira kreatív, hogy ki tudták találni. De arra önöknek volt-e lehetőségük, hogy mondjuk külföldi csatornákat megnézzenek, amire mondjuk nekünk nézőknek nem volt lehetőségünk, de mondjuk tudtak-e tájékozódni arról, hogy mi megy máshol? Abban az időben egyáltalán nem. Én nekem 1977-ben, tehát akkor már ugye
11 éve dolgoztam, vagy készítettem tévés műsorokat, nyílt lehetőségem arra, hogy egy 3 hetes ösztöndíjat kapjak a BBC-hez, és ott a gyerekműsorokat tanulmányozzam. És mondjuk egy nagy büszkeségem az, hogy a BBC-nél megnéztem ezeket, megcsináltam egy-két olyan műsor, nem olyat, mint ők, csak hogy láttam, hogy körülbelül mi, merre felé megy a világ, és aztán a nagy büszkeségem az lett, hogy a leg-leg-leget én hamarabb indítottam el itthon, tehát az abszolút eredeti ötlet volt, mint később a BBC-nek volt a David Frost, a világ egyik leghíresebb televíziósának a sorozat, ez a Guinness World of Records, tehát igen, a Guinness rekordoknak a műsora. De nem volt semmilyen igazi lehetőségünk arra, hogy nézzünk. Hát ugye itt nem lehetett fogni külföldi adókat egyáltalán, és kimenni meg nem nagyon lehetett. Nekem még volt egy pici előnyöm. Én a egyetemen olyan szakdolgozat témát választottam, ami a televíziózással kapcsolatos volt. Na most akkor még semmilyen magyarországi médiaiskola, vagy főiskola, vagy kommunikációs, vagy semmi ilyesmi nem volt egyáltalán. Úgyhogy az egyetemen bármelyik professzorhoz mentem oda, hogy ez lenne a témám, mindegyik elutasította az, hogy ne haragudjon Rózsa, de nem értünk hozzá. És akkor végül az egyik idős professzor azt mondta, hogy ő nem ért hozzá, de nagyon érdekli a téma, írjam meg. Na mondom, ez már 4-esnél rosszabb nem lehet. És akkor kaptam egy ösztöndíjat utolsó évben Leningrádba. Ott viszont volt egy módszertani kutatóközpont, amelyik televíziós kutatásokat végzett. Mondjuk ott se okoztam sok riadalmat, mert ugye az egyetemen azt mondtam, hogy a kutatóközpontban vagyok, a kutatóközpontban az, hogy az egyetemen, és aztán így tudtam utazgatni a déli köztársaságokba. Ez mekkora! Egyébként Szergej Bondarcsuk néven utaztam, nem a filmrendezőnek a diák igazolványával, hanem véletlenül egy néve egybeesés volt az egyik fiúnál, csak az volt a baj, hogy én akkor tök fekete hajú voltam, a srác meg tök szőke, úgy nézett ki, mint a Jeszenyi, milyen lenszőke haja volt, de nem nézték meg egyszer se az igazolványt, így féláron tudtam utazni. Úgyhogy én írtam akkor az első hazai televíziós témájú diplomamunkát, szakdolgozatot, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy bekerülök-e a tévéhez, vagy nem. Innen folytatjuk a beszélgetést, vendégem Rózsa György, Rózsa Gyuri, a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég. Na most már akkor úgy mondom, Rózsa Gyurival beszélgetünk. Rózsa Gyuri beült a presszomval, kólát iszik. Ha jól látom, szigorúan cukormentes kólát. Így van. Pedig hát azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben szinte folyamatos, önnel valaki találkozik, a víz az biztos, hogy előkerül. Tehát hányszor kapta ezt meg, hogy a Gávölgyi miatt? Hát a múlt idő az nem egészen helyes, hogy mert most is valahova elmegyek, akár közönség találkozóra, akár valami forgatásra, vagy akárhol, akkor már hozzák a pohárvizet, és jót nevetnek. És én meg mindig nagyon viccesen azt mondom, hogy maga a Gálvölgyi rokona. És akkor ezzel mind a ketten jót nevetünk. Hogy viselte annak idején a népszerűséget? Teljesen más volt akkor a népszerűség. Tehát, hogyha valaki szerepelt a tévében, és valakinek sikeres műsora volt a tévében, amit szerettek, akkor tényleg nem volt olyan pontja az országnak, de még szerintem a világnak sem, ahol magyarok voltak, ott biztos, hogy hátba veregették. Hogy lehetett ezt elviselni? Hogy lehetett hát akkoriban élni? Éppen, amit az előbb már beszéltünk arról, hogy ugye egy tévé volt, nem 116 csatorna, tehát akkoriban az a 10-15 ember, aki, hát, hogy mondjam, vezető műsor, vagy riporter volt, vagy ismert műsorvezető, azok akkoriban nagyon népszerűek voltak. Azt a szót, hogy sztár ki sem volt szabad ejteni egy szocialista televízióba, de abszolút sztárok voltunk, vagy voltak, vagy nem tudom. De mivel nyilvánult meg? Hát, egy példát mondok, jó, az is szerénytelen lesz legalább, tehát jellemzően rám. A Vágó Pista könyvében, amit a Bárdos Andis írt, abban a Vágó nyilatkozza is, hogy mi sokat hakniztunk így együtt, és hát ő látta, hogy körülbelül mi van akkor, hogyha a Rózsa Gyuri megjelenik itt ott, hogy valami, azt mondja, hogy egyszer elmentünk Máté Szalkára, és
valami 40 nő kirontott egy ilyen üzemből, vagy honnan, és végigkergették a Rózsa Gyurit a művelődési házig, örjöngve letépve a ruhát, mit tudom én. Azt mondja, azt írja a vágó, szó szerint megjegyeztem, mert nagyon hízelgő. Azt írja, hogy, vagy azt nyilatkozza, hogy a Gyurival vidékre menni, Hackneyba, az olyan volt, mint hogyha a Beatles érkezett volna meg valahova, vagy még annál is több. Na most ez persze túlzás minden eset, de az biztos, hogy az akkori televíziósoknak ez a fajta, hogy mondjam, népszerűsége valószínűleg egy kicsit a dolog helyzetéből adódóan más volt, mint manapság. Plusz, amíg például mondjuk egy ilyen népstadionbeli meccsnél, ha mentünk ki mondjuk együtt a Vitraival, a Vitrait meg sem merték szólítani, addig engem hátba veregettek, Gyurikám, nem jössz inni egy sört, haver, mit tesz? Én ilyen az édes gyerekük voltam, vagy a kis haverjuk, hogy nem tudom, micsoda. És mivel nekem ma is az az alaptermészetem, hogy én nem szeretem azt, hogyha olyan, hogy rág a Rózsa úr, meg mit tudom, hogy elájulnak, meg minden, hanem inkább ezt. Ezért aztán nagyon sokszor volt, úgyhogy mentem haza éjszaka, akkor ott laktunk a Sipos vendéglővel szemben, a régi Siposra. Hackneyból mondjuk éjjel, és nagyon éhes voltam, vagy szomjas, és csak épp be akartam ülni egy kajára, vagy egy piára, vagy valami. De nem lehetett soha, akkor még voltak brigád találkozók, névnapok, születésnapok, mit tudom én, micsoda, vállalati bulik, minden, mindjárt, Gyurikám, ki van itt, nem nézed le a prolit, ugye, gyere, minden. És nem lehetett nem na oda menni, nem lehetett nem inni velük, nem kocintani velük, nem haverozni velük, vagy minden. Néha ez, hogy mondjam, biztos, hogy másnak ez valószínűleg borzalmas lenne. Én egy idő után annyira bele szoktam ebbe, vagy annyira, de valószínűleg a természetem is ilyen, hogy nem kezdtem eljátszani itt a nagy magyar televíziost, vagy nem tudom mit, hanem hát én voltam az ő haverjuk. Hát igen, csak egy idő után terhes, mikor mondjuk az ember a családjával menne egy hát étterembe, és akkor is jön a brigád. Ha ilyenek vannak, ezt megírtam ebbe a könyvbe is, hogy megyek a Vixi házba, ott a folyosón, szünetbe, oda jön egy pasi. Azt mondja nekem, azt mondja, Rózsa Gyuri? Mondom, hogy hát igen. Azt mondja, az magasabb. Mondta, és elment. Mondom, menj a francba. Igen, az meg vagy még rosszabb. Az előbb előhozott, hogy ugye nem nagyon változtam. Hát oda jön hozzám egy idős hölgy, de ez már többször is megtörtént, hogy azt mondja, Istenem, Rózsa úr, hát maga 30 év alatt semmit nem változott. Mondom, miért csinálja ezt velem? Azt mondja, mit? Hát mondom, én abban a hitben éltem eddig, hogy én 30 évvel ezelőtt egy fekete karcsú herceg voltam, egy most meg egy ilyen tokásodó őszt, dagi, vagy pókhasú, vagy valami vagyok, hát mondom, nem mondja, hogy 30 év ezelőtt is ilyen. Nem úgy értettem, mondom, most már azt mondom, mit akar, el van rontva a napom. Ez, de szeretem, hogy a humora az megmaradt, hogy nem változott semmi. Nézd, vár, ennyi pénzem lenne. Én emlékszem arra egyszer a Körmendi Jánosnak, ennek a nagyszerű, csodálatos színésznek volt egy olyan mondása, amit azóta is megjegyeztem, mert én megtudtam róla, hogy az összes kellékét a színházi előadásokhoz ő maga csinálja meg. Az apukája volt Magyarország legjobb cipőfelső részkészítője, mindig megnyerte ezeket az ipartestületi verseket, meg minden. Azt hiszem Solymáról laktak. És mondom a Körmendinek, hogy hát Jánoskám, mondom, hallom, hogy a kézügyességedet az édesapádtól örökölted, azt inkább két Solymári telket örököltem volna tőle. Úgyhogy én is így vagyok ezzel. Innen folytatjuk a beszélgetést, vendége Rózsa Gyuri, a Rózsa Gyuri itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Rózsa Gyuri van itt velem a Presszóban. Számomra nagy öröm, nagy megtiszteltetés, és az előbb csak egy pillanatra így szóba hoztad, amikor mondtam, most elkezdtem tegeződni. Szóba hozta. Bátran. Ez a Gyuri kihozza belőlem, elnézést. Szóba hozta. De folytathatjuk tegeződve is, mert maximum egy olyan 4 évvel lehetsz idősebb, mint én. Azt hittem, hogy annyival vagyok fiatal.
legrosszabb elnézést. Szóval elég szarul nézek ki mostanában. De én azt kívánom neked, hogy érd meg azt a gyönyörű kort, amennyinek most kinézel. Na, szóval ott tartottunk, hogy azt mondtad, akkor most már így beszélgetünk, hogy amikor mondtam, hogy megmaradt a humorod, hogy bár csak a pénzed maradt volna meg. És egyszer nyilatkoztad valahol, te voltál a legjobban fizetett tévés egy időben. Na, nem így nyilatkoztam. Én azt mondtam, hogy akkor a magyar televízióban, nem a világ összes televíziójában, a magyar televízióban a riporterek közül nekem volt a legmagasabb a fizetésem, de csak azért, mert a Knézi Jenőt kivéve akkor vagy lenyugdíjazták a legnagyobbakat előtte, vagy pedig elmentek a kereskedelmi tévékhez. És nekem akkor adtak egy ilyen exkluzivitási pótlékot tulajdonképpen azért, hogy nem mentem el. És de volt... nem kell valami embertelen összegre gondolni, tehát milliárdokról van szó csak. Hát nem... az ma már, ma már azok. Nem, 800 ezer forint volt, akkor 400 ezer volt a fizetésem, és 400 ezer volt a exkluzivitási pótlék. Volt-e akkor érzéked ahhoz, most már akkor tegeződve beszélgetünk, hogy ezt valahogy befektes? Tehát volt-e üzleti érzéked? Mert semmi. Az kiderült, hogy a tévéműsorokhoz van, azokat producerként is tudtad üzemeltetni, működtetni, vagy ezt a pénzt, ezt felélted? Ennek a nem kapcsolatom könyvek az első nagy fejezetének az a címe, hogy hogyan nem lettem milliárdos, és írom benne, hogy azokat a könyveket könnyebb eladni, amik azt írják meg, hogy hogyan lett valaki milliómos, vagy dollármilliómos, vagy ami. Én meg pont a fordítottját írom le, hogy hogyan nem lettem milliárdos. Lehettem volna. Most ezt nem mellettemre mondogatom, meg nem is szomorúan, hanem csak egyszerű tényként, de én nekem ilyen szempontból abszolút nem ez volt a fontos, vagy nem ezzel foglalkoztam. Magyarul ügyetlen voltam, ha úgy tetszik, vagy tanulatlan, de hát a mi generációkban nem én voltam az egyetlen ilyen, aki lehetett volna, de nem lett milliárdos. Engem akkoriban, és ez nem túl szimpatikus valószínűleg, amit mondok, de engem akkoriban sokkal jobban érdekelt a siker, meg a műsorkészítés. Tehát az, hogy kitalálok, hogy én vagyok valamibe az első, vagy én újítom meg, vagy én kezdem el először, vagy nem tudom micsoda. Ez sokkal jobban izgatott, mint a pénz. Mondok egy példát. Ez se biztos, hogy azoknak a hallgatóknak, akik nem keresnek igazán sokat, azoknak ez szimpatikus lesz. Minden esetre elmondom, 97-ben jöttek ide ugye a külföldi, illetve azok akkor indultak a kereskedelmi adók. És akkor elsők között engem kerestek meg, éppen ezért, mert én csináltam az első bulvárműsort, ezt a leg című sorozatot. És leültek velem egy szállóba, egy vacsorára a két vezetője, a akkori vezetője a TV2-nek, és felajánlottak azt, hogy menjek át hozzájuk, és ott folytassuk a Zsákba Macska című műsort, és majd meglátjuk, hogy még mit. És akkor én nekem volt a tévében 5 sorozatom. Ezek közül 2 vagy 3 olyan volt, ami már egy kicsit komolyabb Rózsa Gyuri felé vitt el. Még ilyet címmel, Kimarad a végén címmel. Szóval, na most én azt mondom nekik, hogy nagyon megtisztelő, meg nagyon kedves, hogy valami, de mit tudtok nekem ajánlani? Azt mondták a Zsákmacskát heti 5-ször. Mondtam, hogy hát ne haragudjatok, de hát ez nem kihívás, meg minden nekem. Ha igen, azt mondja, de hát jól fizetnek, és megmondtak egy összeget. Szemérmetlenül magas összeget, messze a legtöbbet, mint amit akkor a többiek ott kerestek. Hát most már megmondhatom, de 3 millió forintot havonta, ami akkor, gondoljuk meg, 1997-et írunk. Igen. Illetve nem is így hangzott el, úgy hangzott el, hogy azt mondtam, hogy gyerekek, még akkor se jönnék, hogyha, de így hülyéskedve mondtam, hogyha 5 millió forintot adnátok. Ez két nagyon komoly üzletember volt, és azt mondta az egyikük, Gyuri, arról szó nem lehet, de 3-ig el tudunk menni. Na most, de ezt még nem meséltem el senkinek, nem tudom, hogy most miért mesélem, mert nem túl illendő. De az még ma is olyan, hogy az ember azonnal feláll is oda megy. És nem, szóval, hogy én nem csak ezt arra mondom például, hogy nekem tényleg nem a pénz, mert hogyha a pénz lett volna fontos, 2 évre ajánlottak szerződés, 72 millió. Akkor
Hát azzal ugye el van az ember egy darabig. Mentem volna, vagy valami. Ma se tudom, hogy jót csináltam, vagy nem. Azért is ez a könyv cím, hogy nem kapcsoltam, mert nem tudjuk, hogy kapcsoltam, vagy nem kapcsoltam. És aztán azt hittem, hogy soha többet az életben meg nem keresnek, hogy jó, megsértettem őket megint. De ezek üzletemberek, tehát ezek nem sértődnek meg a pénzük miatt. És egy év múlva újra megkerestek, de újra csak azt ajánlották, hogy ezt az egy műsort vigyem, meg semmi más, minden, és akkor meg úgy állt, hogy kérték tőlem, hogy próbáljam meg átalakítani a Magyar Televíziónak a szórakoztató műsor rendszerét, meg ez egy nagy kihívás, nagyon érdekes lett volna, minden. És akkor is nemet mondtam. Szóval én nagyon rossz, ilyen szempontból nagyon rossz üzletember vagyok. Azt mondta nekem annak idején egyszer a Sándor Pista, aki a TV Híradónak volt a helyettes vezető, és utána a Danubiuszú Rádiónak nekem lett. Nekem főnököm volt a Danubiuszban. Hát akkor tudod, hogy ki volt a Sándor Pista, vezérigazgató volt, ugye, ha jól emlékszem, a Danubiusznál, és egyszer ott vendégeskedtünk nála, még a Váci úton voltatok. Igen. Az irodátok, és ott voltunk a Vágó Pistával, és azt mondta a Sándor Pista, hogy Gyurikám, ti hülyék vagytok. Mondom, hát ezt mondjuk eddig is tudtam, ezért nem kellett nekem eljönni a Váci útra. Azt mondja, de nem azért, azt mondja, ti még most is a szaktudásotokat áruljátok, ahelyett, hogy már rég tulajdonosok lennétek valamiben. Tehát, hogy és van, hát, lehet, hogy igaza volt, nem tudom ma már. Szóval de ettől függetlenül te most boldog vagy? Tehát érzed azt, hogy kimaradt valami mondani, az életedből? Épp ezt akarom mondani, sokszor érzem ezt, hogy hát azért milyen érdekes lenne, hogyha most lenne már egy nagy villám a Balaton partján, meg egy jachtom lenne az Adrián, meg minden, de ezek simán meg lehettek volna. Tehát ezek nem olyan nagy dolgok ahhoz képest, hogy mennyit lehetett volna keresni, meg minden. De aztán közben meg azt gondolom, igen, de például, és most Isten ments, hogy megsértsem a Sándor, bocsánat, már előre bocsánatot kérek, de például ki a fene emlékszik a nézők közül ma már arra, hogy Sándor Lista? Nagyon kevesen. Tehát valamit valamiért. Nyilván. Én valamiért vagy ezt választottam, vagy errefelé sodródtam, hogy valami, tehát nincsen jachtom az Adrián, nincs tengerparti villám, vagy nem tudom micsoda, de hát én vagyok a Rózsa Gyuri. És nem is kellett nagyon stresszelned magad. Igen. És nézd, az az igazság, szóval, hogy mondjam, szegény nem voltam soha. Gazdag se. De annyi mindig van, hogy azt a pulóvert, például ennek van is hátulja, ennek a pulóvernek. Jaj, nem csak az eleje van. Azt a pulóvert, amit akarok, vagy beüljek abba az étterembe, ahova akarok, vagy nem tudom, tudjak venni a lányomnak egy tudom én, szép új cipőt, vagy nem tudom. Szóval ennyi pénzem mindig volt. És nagyon, nagyon nem, néha úgy megfordul a fejembe, hogy milyen érdekes lenne, nem tudom én, lemenni a Marbellára, és nem tudom, hajókázni ott a földközi tengeren, meg minden, bár félek, mint a fene a földközi tengeri hajókázásról, de azért ugye a gondolattal el lehet játszani. Hát, hogy néha azt álmodom, amit az előbb mondtam, hogy a Nicole Kidman megint fölhív engem telefonon, és újra elmegyünk sétálni egyet a várban. Még egy körünk van, úgyhogy jövünk, és a karácsonyról fogunk beszélgetni Rózsa Gyurival a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Rózsa Gyurival beszélgetünk, és azt ígértem, hogy a karácsonyról fogunk beszélgetni, amennyire én felkészültem erre a mai beszélgetésre, azt tudom, hogy neked vágyad is volt, hogy a mostani karácsonyról kicsit beszéljünk, mert hogy ez most más lesz, mint az eddigiek. Miben lesz más? Hát, óriási fordulat. 38 évig ugye a házunkban, illetve hát előtte a lakásunkban gyűltünk össze karácsonykor. Mármint, hogy a család, gondolom. Igen. Volt olyan alkalom, hogy 15-en ültük körül a karácsonyi asztalt. Én imádtam ezeket a karácsonyokat, megmondom. Azért is, mert én olyankor süröghettem, foroghattam. Én szerveztem a kaja dolgokat, nem tudok főzni semmit. Illetve a múltkor már majdnem egy zsíros kenyér összejött, de kicsit elrontottam. De szóval... Csak a zsír meg a kenyér hiányzott hozzá, gondolom. Hát ez a honnan tudod? Na minden. Szóval de mindig imádtam azt, hogy gyönyörűen megteritek, én alkalomhoz illő szalvét, magyarul minden olyan legyen, amilyen karácsony, fölállítás, földíszér, stb. És hát sajnos a létszám egyre fogyott.
tulajdonképpen végül is ketten maradtunk a lányommal, illetve hát a egyik nagyszüleivel. Aztán most nyáron, ugye, ahogy említettem, elment a nagyapa is, tehát maradt a nagymama, meg mi ketten a Csillával, illetve hát most már is ez lesz a változás, 38 év után először nem nálam lesz a karácsony, tehát nem a mi házunkban, hanem a Csillánál Ürömön, a Csillaházában. És akkor csak vendég lesz? Hát ugye én ottan ilyen a korelnök leszek, minden megbecsült korelnök, de hát ott lesz az unoka, aki az egészet ugye megváltoztatta, tehát 38 év után itt most az ő hát karácsonya következik, úgyhogy a minap le is szúrt a lányom, mert a gyerek előtt játszott, nem figyelt ránk, játszott ott valahol a szobába, és azt találtam mondani, hogy és akkor mit vegyek én a picinek karácsonyra? És rám nézett a lányom, az a gyerek előtt ne, a Jézuska hozza. Ja, mondom, és a Jézuska mit hozzom a gyerek? Úgyhogy ne roncs el az illúzióját a Jézuska, de mondom, egy éves még nem érti azt, hogy mi van, ki ez a Jézuska, meg hogy van ez az egész dolog. De minden esetre ez így más lesz. Ahogy fogyott a létszám, ugye egyre szomorúbb lett a karácsony nekünk. Amikor az Éva, tehát a feleségem Éva elment, onnantól kezdve a Csillának is, főleg a Csillának, de nekem is azért, hogy mondjam, nem volt ez akkora nagy ünnep, mint korábban. Nem csak a létszámfogyás miatt, hanem mert nem volt ott az Éva, és szóval mindig arra emlékeztetett minket, hogy de bezzeg, amikor még az Éva is ott volt, meg nem. Úgyhogy most azt remélem, hogy visszajön ez a fajta szépsége ennek az ünnepnek, és hát, hogy úgy mondjam, a kisgyerek beragyogja ezt. Szóval nem a kis Jézus, az is. De hogy a kisbaba is, vagy hát most már nem is kisbaba, mert most már jár, úgyhogy... Viszont ha már itt tartunk, hogy most nem a te házadban lesz a karácsony, valahol olvastam, hogy készülsz megválni, vagy eljátszottál a gondolattal, hogy már nincs szükséged el. Ez egy nagy butaság. Nagy jaj, házra. De jó, hogy szóba hozod, mert legalább el tudom oszlatni ezt, mert már annyian keresnek ezzel, hogy eladom a házam, eladom, de hogy de valahol én ezt olvastam. Mert egy hogy mondjam, szerencsétlen újságírói tévedés folytán megjelent valamelyik újságba, hogy a Rózsa Gyuri eladni készül a házat. Na most ebből annyi igazság volt, hogy mondtam az újságírónőnek, hogy hát most ugye kicsit nehezebb így... Ez a baleset után volt, igen. Vagy mikor elvették tőlem a mankot, meg kicsit nehezebb föl lejárkálni a házba, ugye a garázsból fölmenni a földszintre, onnan föl az emeletre, mit tudom, fönnhagyok egy telefont, akkor úgyhogy lehet, hogy előbb-utóbb majd egyszer valamikor eladni kényszerülök a házat, és egy egyszintes lakásba bemenni. Na most ebből az lett, a szerkesztő már úgy hozta ki, azt hiszem, a címlapra is, vagy nem tudom, nagy főcímbe, hogy Rózsa György eladni készül a lakát. Tehát, mint hogyha már jöttek valami, a levők, mi? Mint ha tönkre mentem volna, és nem tudom, én a aluljáróba koldulnék, és el kell adnom a házat, vagy valamit. És akkor ilyenkor jön a díszítés, hogy Rózsa György eladni készül a úszómedencés házát, igen, meg a nem tudom micsoda. Na most kertben van egy villát, kertben valóban van egy kis medence, amit a vágó úgy hívott régen, hogy medenke, mert kicsi. A Miskolci Miklós, aki a főszerkesztője volt sokáig, alapító főszerkesztő a Kiskegyednek, az meg azt mondja nekem, hogy a vajákos gödör. Tehát úgyhogy ekkora medencéről van itt szó. Úgy, de akkor nem árulod. Tehát egy ostobaság. De az a baj, hogy ilyenkor átjön a szomszéd, meg átjön az izzi, hogy Rózsa úr, mindent megadok érte, mert a fiamnak megvenném a házat, ugye, meg mi? De mondom, milyen házat, édes úr? Azt mondja, a magáért. Én meg a magáért mondom. Hát én nagyon hálás vagyok, és nagyon megtisztelve érzem magam, hogy veled kólázhattam, kávézhattam, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Boldog karácsonyt kívánok! Nagyon szépen köszönöm, és én viszont kívánom egyrészt neked, másrészt meg a Retro Rádió minden hallgatójának, akik remélem, hogy nem unatkoztak ebben a néhány percben, amit itt együtt tölthettünk, és azt kívánom nekik, amit az előbb említettem, hogy gyakran keressék fel az ifjúságukat, mondjuk például a Retro segítségével. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt!